Miben vagytok zöldek? Ugye egy zöld oldala is volt annak, ahogy Zsuzsával voltunk közös programon, és ott fedeztük fel a közös értékeket, szempontokat, stb. Mi az, ami a ti közös életetekben fókuszban van abból, hogy zölden is gondolkodtok, teremtésvédelmi szemlélettel, vagy akár ökopolitikára nyitottan? Hát, eleve így volt, így neveltek engem, úgy neveltek, és az édesapám, mikor már idős volt, írt is az ember, az unokáinak és az unokák unokáinak egy olyan gyönyörű levelet, amiben azt írta, hogy egy hazánk van a Föld, és embertársaink, mindannyian a testvéreink. És ez lenne az alap ahhoz, hogy ha tényleg így lenne, ami sajnos nincs így, de azért én ezt szeretném, hogy így legyen, akkor az arról szól, hogy nekem testvérem a menekült is, nekem testvérem a fekete gyerekek Afrikában, akik ott egyébként éhen halnak, nekem testvérem a fideszes magyar is, nekem testvérem a nem fideszes magyar is, és így tovább. Tehát, hogy ezt a borzalmat, ami most van a Földön, a Földnek a kihasználása, az emberek igazságtalan megkülönböztetése, a gazdagságnak, az igazságtalan, a szétosztásnak, a megtermelt csodának, amit a Föld ad, a teljes kizsigerelése, az egyik lesz a leggazdagabb, a másik, mondom, ott hal éhen, és én nekem nem tudok ettől szabadulni, hogy nekem ez az életben a legnagyobb igazságtalanság. És ez a Föld egészére vonatkozik, Úristenre is vonatkozik, hogy áll ez így össze, hogy ennyire ezt a gyönyörű Földet, amit az Isten nekünk adott, így tudtuk tönkretenni, úgy, hogy nem csak a Földet, hogy most jön a meleg, meg a hideg, meg a minden, hanem hogy ennyire úgy van elosztva az anyagi javak, meg a pénz, meg az étel, meg a minden, hogy az egész földnek a több mint fele éhezik, míg a másik meg tobzódik. Ez nekem a legszomorúbb igazságtalanság, ami létezik a földön. Tehát nekem minden indul a zöld politika, vagy politika, hát ez a zöld érzés, amit a pápa mondta, nagyon-nagyon összefügg azzal, amit a Ferenc pápa kijelent, és nem mondom, hogy állandóan őt olvasnám, hanem inkább úgy találok rá, hogy ő is ugyanezt gondolja, mint én, hogy az nem helyes, Isten embereként nem helyes gyűlölni azt, aki éppen menekül valahonnan, aki éppen befogadást akar egy másik helyen, hogy segítsünk, vagy az az emberke ott a földön, aki éppen éhen hal. Tehát, hogy az igazságtalanság, ez Úristen ezt nem akarná, hogy így legyen. És ezen kéne dolgoznunk, hogy ezt együtt valahogy az egész föld összes minden emberével és minden cselekvő lényével ezt valahogy megakadályozzuk. Nekem ez a legalapvetőbb. Aztán jöhetnek a zöldek, hogy most mit eszek, mit csinálok, mennyit használok, zacskót, mit használok. De ameddig ez a legalapvetőbb dolog itt a szemem előtt van, na látod, ha valamitől szoktam mérges és ideges lenni, ez az. Ez az, hogy tehetetlen vagyok. És például valamelyik nap, most így, hogy van ez a COVID, ima órákat tartunk itt egy páran így a Zoom-on keresztül, vagyis a Meet-en keresztül, és az volt az ige, hogy az ifjú, aki imádkozik, meg tényleg egy jó fej, oda megy Jézushoz, hogy ő is szeretné követni őt, és szeretne majd a mennyországba jutni, és mindent megtett, imádkozik, ezt csinál, azt csinál, mindent, és akkor azt mondja neki Jézus, add el mindened, oszd szét a szegényeknek, és akkor gyere velem, mert szimpatikus neki ez az ember, gyere velem, kövess engem. És azt mondja, hogy hú, ezt nem tudom megtenni, sírok. És elkezdett sírni, és akkor én feltettem ott is a kérdést, meg minden, hogy add el mindened, és kövess engem. Meg tudjuk csinálni? A legpiciképtől a legnagyobbig. Nem ugyanez ma is a felhívása Istennek? Nem úgy tudna helyreállni a rend? Ha valahogy ezt az add el mindened és kövess,
szemléletet, ha nem is ilyen drasztikusan, mert ez nem arra vonatkozik, hogy minden kis vagyonát adja el, de hogy valahogy, nem tudom, szóval nem minden kéne valahogy kiindulni. Nem tudom. Lehetne. Nekem ez, Igen, ez fontos. Igen, és akkor itt is mindjárt a kettőnk természetének a különbözősége, mindjárt, hogy Zsuzsai totálisan egy földkerekségben gondolkodik az ökoszemléletről, és akkor az egész emberiségre kiterjedő aggályai vannak. Tehát, hogy én ezt az ökoszemléletmódot valahogy a saját környezetemből vettem, illetve hát a paraszti világban, ahol felnőttem és gazdálkodtunk, állatokkal foglalkoztunk, és ez visszamenőlegesen is. A paraszti világ nem csak az élelmet, hanem a tárgyi kultúrát is maga állította elő a saját használatára. Tehát nem voltak boltok, és nem voltak előre kész gyártott se ház elemek, se bútorok, semmi, tehát mindent maguk a kitermelt javakból állítottak elő, raktak össze, és mint olyan, itt bennem kialakult egy ilyen a tárgynak a tisztelete, a tárgy szeretete, tisztelete, tehát magam is képzőművészként a tárgyi világ anyag, tehát hogy a nyersanyagokból, tehát fából, kőből, fémből, ezekből rakom össze a műtárgyaimat, szellemítem át, hogy ténylegesen műalkotásként is funkcionáljon. Tehát, hogy itt nagyon sok időt és energiát fektetek abba, hogy ezeket az anyagokat megmunkáljam, tehát, és tudom azt, hogy a tárgyi világ régen az mit jelentett, tehát maguk készítette bútorban, ágyban, maguk szövött ruhákban, jártak lepedőkben, és semmit nem a boltból vettek. Tehát megtermelték a hozzávalót is, és utána legyártották azokból a megtermelt javakból, a lenszálból, ugye ők szántottak, ők vetették el a magot, ők csepülték, és abból fonták, szőtték, és megvolt a ruha, vagy a lepedő, vagy bármi, amire szükségük volt. És hogy a tárgyi kultúrának, vagyis a tárgyaknak a tisztelete épp emiatt, tehát egyrészt a természeti erőforrás, másrészt az emberi beletett munka, tehát ennek a kettősége, az meggondolandó, és ugye mivel ez elidegenedett az ipari civilizációban, tehát mindent ilyen gyárak, gépek, mester, nem, már az élelmiszert is, tehát igazából azt is úgy, tehát minden elidegenedik tőlünk, és mint olyan nincs meg a tisztelet a tárgyak iránt, nincs meg a tisztelet az élelem iránt. Tehát mindig a hajam az égnek áll, hogyha jó, mondjuk gyerekek esetében gyakran előfordul, de nem nagyon tudom azt se tolerálni, hogyha vannak gyerekvendégek, és mindig azt mondom, hogy na nem baj, kicsim, hogyha nem ízlik, vagy nem kérted, vagy meghagytad a felét, vagy bele se nyúltál, majd megeszed, és akkor nem tukmálom nagyon, hanem akkor majd a kiéheztetés stratégiája, és akkor már nem bosszankodom rajta, hanem amikor már maga kéri a gyerek, és már mindegy, mit a vastaget is megeszem, mert olyan, akkor a helyére kerülnek ugye a dolgok. Tehát ugyanez van a tárgynál, tehát én a végtelenségig tudok egy tárgyat használni, ruhadarabot használni, tehát nekem még megvan az érettségi ingem, megvan a 30 éves kabátom, és hogyha belegondolunk, és ugye itt az egész beszélgetés arról szól, hogy az ember életében egy házastárs vagy egy feleség elegendő, tehát nem kell több, akkor azt mondom, hogy talán két kocsi elegendő, egy ház, két kocsi, három téli kabát, tehát hogy így... Nem két kocsi, hanem hogy egy életre két. Hát az egész életre, úgy mondom. Tehát hogy eddig elromlik, és már... Hogy nem muszáj percenként cserégetni az autókat se, hanem elég 20 évente, vagy nem tudom, tehát kifuttatni azt a tényleges élettartamot, amíg az használható, és érdemes megjavítani, és át lehet festeni régi bútorokat, tehát még hogyha eljön az idő, és lenne pénzem, hogy a legcsilibilibb gyémánt berakásos nem tudom miket vegyem meg, akkor sem érdekelne, vagy annál inkább nem érdekelne, megmaradnának azok a tárgyak, azok az öreg székek, amelyeket már nem tudom hány generáció használt. Esetleg max átfestem őket, mert jobban... Hát de most is olyanban élünk. Most is olyanban élünk. És utcán találtuk. És a ruhadarabok is ugyanígy. Tehát, hogy félreteszem 3-4 fajta ruhát, használunk. Megvan a kisebbik része az, amit mondjuk a legszebb darabok, amit akkor veszek föl, hogyha valami jelenésem van. Utána van egy ilyen átlagos utcai öltözet, amit, hogyha mozgásban vagyok, de nincs nagy megjelenése az embernek sehol. És akkor van egy következő, amit úgy hívom, hogy ez a ilyen szabadidő vagy mackószerű, de abban benne vannak, ugye nem csak az a tréningruha,
hanem benne vannak az addig elhasznált egyéb ruhák is otthoni használatra, és akkor, amikor már ezek is úgy kirongyolódnak, akkor van a következés, azt úgy hívom, hogy munkásruha, és akkor abba bátran tudok fúrni, faragni, festeni, belekenem a kezemet, a izét, és nincs gond vele, és azt is többször is sem használom, kimosom, és hogyha már végképp szétszakad, vagy már annyi festék van rajta, hogy már nem lehet fölvenni, akkor esetleg vagy megőrzöm, pont azért, vagy kidobom, mert már használhatatlan. Tehát ez a fajta öko szemléletmód. Nem tudom, lehet, hogy genetikailag is bennem van, tehát, hogy az ételnek, a tárgyaknak, a ruhának a szeretet. Az édesapám megjárta a Málenki robotot, 3 évig szibériai orosz hadifogság civilként, tehát még azt sem mondható, hogy ott fogták katonának, és ő hazajött nagyon kevesen a faluból, és ő egész életében nagyon puritán és nagyon, nagyon szerény módon használta és becsülte az élelmiszertől kezdve a tárgyakat, a ruhadarabot, mindent, és lehet, hogy ez így át is ragad bennem, de szerintem nem baj. Nem baj, ezt meg tudom így élni, és akkor érzem magam jól, akkor érzem magam boldognak, hogyha minél kevesebbet ártottam ennek a világnak. És az másik az energia, még amit szívesen elmondanék, tehát a fűtéssel, vagy a világítás, tehát a villamos energia, a víz, minden, ami így befolyik a háztartásba, tehát hogy az is, tehát fölösleges napi szinten egy gyerekpopsit megmosni 200 liter forró kádvízbe, vagy meleg kádvízbe, mikor egy laborba is meg lehet 2 vagy 3 liter vízben. Tehát, hogy ez is egy, de most, hogyha mondjuk a villanytűzhelyünk van, akkor van rajta 5 lap, kerámia lapkás, mert az olyan nagyon praktikus, meg nem lehet mindenhol gáz, vagy már nem használunk sparhertet, mint a gyerekkoromban úgy voltunk végig, akkor nem kell egy vacsorát megfőzni, hogy mind az 5 lukat, vagy 4 karikát használom maxon, hogy egyszerre készüljön, hanem szépen egymás után beosztva ezt, és akkor egy fűtőtest, tehát használok, és fel annyi energiából megvan. Vagy a mosogatógépbe is ugye belerakok 5 edényt, ha van mosogatógép, mert az még gazdaságosabb, mint a kézzel mosnám, ez így kiderült. Főleg, ha sokan akkor azt gondolom, hogy érdemes még egy napot várni, és összevárni, hogy legyen tele az az edény, mert egyrészt nem csak a víz, meg a vegyszer, ami kimegy, meg az energia, hanem a magának az eszköznek a amortizáció is. Ugye nem mindegy, hogy 10 000 mosogatás, vagy csak 5 000-et él meg, ugye? Tehát, hogyha dupla mennyiséget tudom maximális. Tehát magammal is így vagyok egyébként, hogy maximális kihasználtság, tehát hogy a tárgyak, vagy a környezet, az energia is így, hogy pont fedje le. És ezért nem értem azokat a hivatalokat és közintézményeket, egyetemeket, hogy csinálnak télen 25 fokot hatalmas csarnokterekben. Mi a túrónak kell oda 25 fok? Mikor itthon a kis lakásba, és azt mondjuk a Zsuzsával, hogy 20 fok elég. Hát ő mondja, én meg fázom. Hát jó, de tél azért van, hogy be kell öltözni. Mindig azt mondom, hogy nem bugyiba kell rohangászni. Télen, nyáron lehet. Télen fel kell öltözni. Minimum a pulóver, több réteg, alulról is vizé. És ezzel is tudnánk egy kicsit. És a közintézményeknél, hát szörnyű. Sokat dolgoztunk, egyetemekre jártunk, különböző kutatási, meg egyéb művészeti közös projektek voltak, és téli időszakban is, és bemész nagy kabátba, és nem tudsz elérni addig, amíg ezt ledobod magadról, már rádizzadt az egész. Tehát de azt mondták, hogy annak oka van. 5 másodperc, vagy 10 másodperc, mire odaérni, hogy leöltöz, már minden rád rohadt, már csurog minden, tehát olyan meleg van. Miközben a folyosókon végig tárva nyitva az összes ablak, megy ki a -10 fokba, a benti 25 fok fűtés, és akkor érthetetlen válunk. De azt mit mondták, hogy? Azt mondták, hogy ez azért van, mert ugye az egyetemeknek van erre egy keret, és ha akkor, nem használják ki, akkor jövőre nem kipörgetik ezt az energiát, ha kell, ha nem. Nyissák ki az ablakot, így is lehet hűteni a tereket, meg nem muszáj felöltözni, tehát trikóba, meg pólóba, meg rövid nadrágba is lehet bent lenni télen, mi a túrónak, és akkor jövőre nem adják. Hogyha jövőre szigorítanak, akkor azt mondja, hogy kevesebb jut energiára az egyetemnek, akkor már hogy biztos elég legyen, és akkor lesz jó. És ehelyett pocsékolnak iszonyatos módon rengeteg energiát az összes közhivatalba, tehát ezeket sose értettem, és mindig dühös vagyok ezek miatt. Értelmetlen.
Igen, kár érte, de ez már egy jelzés lehet, hogy esetleg olyan is látja, akinek van rá hatása arra, hogy ez változzon. Egy utolsó Nagyon remélem. kérdésem lenne még. Említettétek ugye mindketten csak különböző helyen, formában a gyereknek a kérdését, illetve ugye van sokakban, akik esetleg ma nem szeretnének gyereket, egy olyan indok szempont, hogy úgyis túl sokan vagyunk a Földön, nagy lábnyommal, és nyilván, hogyha ezt visszafognánk, akkor még beleférne, de hát már nem fenntartható ez a létszám emberiség szinten. Ugyanakkor mégis lehet egyfajta természetes vágyunk továbbadni valamit, és hogyha ezt el tudtátok engedni, akkor hogy vagytok ezzel a szemlélettel, ha pedig még bennetek van, akkor hogy vagytok az örökbefogadás lehetőségével? Nem lett gyerekünk, főleg elsősorban én miattam, volt valami gond, elmentünk, megvizsgáltak, mindenféle, akkor adtak ilyen hormont, hogy szedjen, és akkor a májamon lett egy folt, és akkor azt mondta, akkor ez még elég régen volt, 80-as évek, 86-ban mondjuk, hogy Jani azt mondta, hogy na Zsuzsa, itt állunk meg, és tényleg ezt a szót használta, az Isten mást feladatot ad nekünk. És ez pedig a művészet. Na hát most ő ezt, aki lehet, hogy lehetett volna gyereke, de ő ezt így kimondta, de én, aki esetleg tehetek róla, vagy nem tehetek róla, de egészségi helyzetem csinált, vagy miatt jutottam ide, én pedig persze végigbőgtem itt még egy-két-három évtizedet, és szerettem volna igen örökbe fogadni, mindenfélét elterveztem, vagy elképzeltem, és aztán a Jani azt mondta, hogy ha az Úristen ezt nem adta meg nekünk, ezt a lehetőséget, hogy gyerekünk legyen, ennek oka van, mert egy más feladatot adott, mégpedig az, hogy művészettel foglalkozunk, és a művészet az egy nagyon komoly elhívás, és miután ő fiatalabb is, ezért azt kellett elfogadni, hogy akkor ő hagy fussa ki azt a művészeti elképzelését, amivel megáldott az Isten, egy hatalmas tehetsége van, és hogyha már így alakult, hogy nincs, mert tiszta szívből várta volna, hogy legyen az, és járt velem orvostól orvosig, de ha így alakult, akkor mit erőszakoljuk meg az Úristent, azzal, hogy nem fogadjuk el azt, amit ránk kimért a sors. És hogy én óvónéni voltam hosszú ideig, tehát nekem a gyerek az a szentség, és a világon a legjobb fejek, ma is azt tudom mondani a gyerekek, és hogyha úgy alakult volna az életem, én nagyon sok gyereket szerettem volna, akár örökbe fogadni is, de közben volt a Janinak ez az igénye, hogy akkor ő hagyatkozna arra, ami a lehetőséget kaptunk, vagy majd ezt mondja elő, és hagy fussa ki akkor már a művészeti teljes egészében a művészetre fókuszáljon, azzal együtt, hogy a családban nagyon sok kisgyerek van, akikkel kell törődnünk, meg törődtünk is, meg most is törődünk, és valahogy úgy alakul az életünk, hogy körülöttem mindig nagyon sok gyerek van. Itt Szokolyán is vannak alkalmak, hogy 8-10 kisgyerek csüng rajtam, mert én állandóan azóta is folyamatosan törődök gyerekekkel. Persze örökbe fogadtam gyereket Afrikában, akinek csak küldeni kellett a pénz, vagy örökbe fogadtam hát egy kislányt, egy kisfiút, de ezek mind ilyen virtuális dolgok voltak. Tehát ilyen módon megvalósult, de valóságosan nem. Azért sem, tehát egyrészt el kellett fogadni azt az akaratot, hogy nem így rendelkeztek fölöttünk. Másrészt az a fajta elkötelezettség, ami a szabad művészeti tevékenység már ugye a 80-as évek eleje közepétől, tehát hogy az egzisztenciálisra sem tudtuk volna azt, hogy most akkor örökbe fogadni egyáltalán egy-két gyereket és úgy nevelni 27 őket, mert mindig olyan bizonytalan anyagi és lakhatás és egyéb dolgaink voltak az elején, nagyon sokáig, és
Tehát természetes módon, ha jött volna, az más, mert akkor máshogy struktúrálódik az élet, illetve a gyerek ugyanazt tudjuk neki adni, ami nekünk is van, vagyis mindent odaadunk neki is ugyanúgy. De mivel ez nem így lett, ezért nem lett volna szerencsés, úgymond a magunk számára szabad művészeti lét mellé bevállalni, még egyrészt nem is tudtuk volna megcsinálni ugye a keresetigazolások meg egyebek révén. Másrészt tényleg nagyon szerényen is, tehát nagyon sokszor a hétkrajcár mentett meg minket olyan értelemben, hogy 80-as évek az első 10 évben abszolút, hogy igen, csak ki kellett keresni az összes fiókot, zsebet, mire azt a 7 forintot megtaláltuk, amiből egy hétvégi bevásárlást meg kellett oldani. Meg a munkánkkal járt, hogy rengeteget kellett utazni külföldre. Ugye törni az utat, mert úgy úttörők vagyunk, vagy avantgárd művészeti területen, ugye mozgalmakat, csoportokat generáltunk, és vittünk, és kötöttük össze keletet, nyugatot, északot, delet, és tehát ebbe se fért volna bele az, hogy ugye, na mindegy, ezzel együtt két művészeti mozgalmat azért olyan módon neveltünk föl, és ugye a művészet, ahogy mondtam, az egy befektetés, tehát csak teszünk bele, teszünk, és nem tudjuk, hogy visszakapjuk, mikor kapjuk, de az már nyilvánvaló, hogy jó dolgokat, mint ahogy sajnos a rossz is, amit az ember az életében elkövet, az valahogy ülik, és azt valahogy úgy egyszerre zúdul vissza, vagy egyszerre visszakapjuk, vagy szembesülünk vele jó és rossz ténykedéssel is ezt a részt. Minden esetre az a lényeg, hogy ez egy másik élet. Ja, igen, hogy a két művészeti mozgalom, amit végül is fölneveltünk, mert az is egy nevelés, az is egy alakítás azzal a heroikus küzdelemmel, amit az összes források megteremtése, az, tehát több száz kiállításra, nem tudom, hány folyóiratra, több tucat kiadvány, és ez mind ilyen non-profit, ilyen önzetlenül nyomtuk bele a közösségi létbe, az egyetemes kultúrába. Tehát azt mondom, hogy ez az erőbefektetés idegileg, zsigerileg, anyagilag, ez körülbelül két egyetemet végzett gyermeknek a felnevelésével legyen értékület volna, ezt átváltom ugye a gyakorlatba, a gyereknevelésre, és azt gondolom, hogy így mivel ezt így megcsináltuk, ezzel így hozzátettünk, csak máshova, tehát a kulturális, egyetemes kulturális élethez. Mindig arra gondolok, hogy más módon adom a gyerekeknek magam, mert adom folyamatosan. Igen, meg ugye mégis fogadtatok örökbe, még ha virtuálisan is. És nagyon köszönöm, hogy ilyen mély és személyes érzéseket is megosztottatok, illetve gondolatokat. És hogyha más is esetleg úgy látja ezt a felvételt, hogy mondjuk szeretne gyereket, de mondjuk valamiért nem lehet neki, akkor remélem, hogy akár nekik is segíthet ilyen tapasztalattal, ilyen életúttal találkozni, amiben van hasonlóság, illetve ezeket a praktikus hétköznapi dolgokat is nagyon, nagyon köszönöm, amiket János elmondtál még hozzá. És ahol még lehet veletek kapcsolódni, azt akkor a videónak a leírásában feltüntetjük, és akkor bárki, aki még nézi ezt a felvételt, hogyha még nem iratkozott fel a blognak a YouTube csatornájára, meg a Facebook oldalt még nem követi, akkor javasoljuk, hogy tegye meg, és sok teremtésvédelmi, ökumenikus és közéleti kérdéssel találkozhat, és várjuk az aktív bekapcsolódást a hozzászólások formájában is. További minden jót, és éljünk célba közösen, és Isten áldjon titeket. Köszönjük szépen. Köszönjük, szervusztok.